mondjuk a költői munka szerintem az egyszerre rendkívül abszolút passzív és abszolút aktív. A vadászony, amelyik hihetetlen aktív figyelem és várakozás, és semmit tevés. De akkor, amikor a vad megjelenik, abban a pillanatban koncentrálás maximum. Most ez körülbelül az, ami a gondolkodás is. Az igazi gondolkodás az a semmire koncentrál. Mindaddig, amíg tudod még, hogy mire koncentrálsz, addig ismert dologra koncentrálsz. Tehát csak a problémát szükíted mindaddig, amíg már nem tudsz semmit. És akkor a semmire koncentrálsz. Tehát az igazi gondolkodás az a semmit se gondolás. De egy problematika közepébe érve, és ott megragadva semmit. Most ebből a semmiből vagy kijön a felelet, tehát az a fajta összegezés, amit nem tudnál a részletekből összerakni, vagy nem. Ez a vadász esélye. Na most ezért ez a fajta figyelem, amit mondtál, hogy be lehet-e manipulálni, be lehet-e játszani az anyagot, ezt legjobban akkor lehet, ha minél eleresztettebb vagyok. Tudjuk, a figyelemnek van egy direkt ága, és millió indirekt ága. Na most, ha direkt ágat túlzott vérrel látod el, akkor szinte elzsibbadnak a mellékágak. Tehát majdnem azt lenne mondani, hogy ez a figyelem állapotában a mellékága, a figyelem mellékágaiba igyekszem ugyanannyi vért hagyni, mint amennyit a fő irányban.